Ha szeretnél menő PG-13-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás tegfél saját, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-13-es termékeket sorsolni. Hello mindenkinek, sziasztok, Sáckindra vagyok, és ígyünk egy következő videóban, és most még mielőtt belevágnánk a dolgokba, elsősorban amúgy mindenkinek jó sulit, vagy ilyeneket meg kitartást. Kezdjünk bele akkor a mai videóba, ugye itt tart velem szokásosan kis, szia, kis, meg minden, meg mindig shader packet használok, amit tökre jól néz ki, meg minden. Alapból van itt csákányom, meg vannak cuccaim. Ja, és még egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami menő, felvágtam úgymond egy ilyen, nem is azt mondom, hogy rendőrnek, ilyen, még ilyen próbaidőszakos rendőr vagyok, ugyanis az előző videóimban mindig az volt, hogy úgymond a rendőrök bántottak minket, ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha most mi lennénk rendőrök. Sziasztok srácok! Irtozatosan sokszor megszoktam kapni, hogy miért van ennyire kevés videó egy nap, meg hogy legyen több videóm, meg ilyenek. Srácok, figyeljetek! Van 3 darab csatornám a PGT Danin kívül, így összesen 4 darab csatornám, szóval rengeteg videót kaptok nap, mint nap. Ma például mondjuk pont, hogy csak egy videó volt, de hétvégenként 3 videót töltök fel mind a csatornáimra, így összesen. Szóval ja, elsősorban van a PGT Dani nevű csatornám, azután van a Dani Game nevű csatornám, ahol szintúgy 2 naponta van videó, úgy mint a PGT Dani, azután van a Dani Kalandok nevű csatornám, ahova soha ne válaszdos videók vannak, a Dani Game-re ugyanolyan videók vannak feltöltve, mint a PGT Danira, és azután legutolsó sorban itt van a Dani Minecraft csatornám, ahol pedig hardcore sorozat, túlélés, majd ezek után szeretnék egy újféle stílust is oda bevezetni, ilyen titkos bázisos, meg a régi megtaláltam most tudszott visszavezetni, szóval rengetegféle csatornám van, hogyha ezeket meg akarjátok találni, akkor itt a képen a jobb oldalán mindig megtaláljátok, de amúgy ezek a nevük a csatornának, szóval nem nehéz eltéveszteni, szóval ezeket majd mindenféleképpen csekkoljátok le, hogyha még nem tettétek valami, és iratkozzatok fel oda, és nyomjátok meg a csengőt is, meg ilyeneket, és ja, folytassuk a videót! Szóval, ja, ilyen időszakos rendőr vagyok, Wufna, ki a legjobb rendőr? Hát, mi vagyunk, te meg a legjobb rendőrkutya, igaz kis? Na, kiveszik a kajánkat, meg ilyeneket, és a postás, azt tudom, hogy hozott nekem valami levelet reggel, ezt el is olvasjuk szépen, Dani rablás folyik, hogy hol, elmondom, telefon, mi az? Elmondom, telefonon, csak menj a fülkéhez gyorsan. Oké, jó van, rendben van. Akkor váltok, rendőrségi, vagy mi az, rablás folyik éppen valahol. Hol van a fülke? Wuf, a cuccaid is vid. Jó, tényleg gémencet, jó. Köszönöm, mondott kis. Te is jössz, vagy te megvársz? Te mit akarsz? Nem tudom. Várjál, hol van itt a rendőrségi fülke? Wuf, megyek, jó, gyere. Várjatok. Hol van itt a, mi a neve? Telefon. Hol van itt telefon? Nekem nincs telefonom. Na várjatok. Wuf, másik irány? Aj, annyira bírom, amikor kis mondja, hogy izé... Ott van, oké. Okay. Oh, gyerünk, amúgy ott a bank. Szerintem azt rabolják, mert nem azért mondom. Halló? Halló, valaki? Valaki? Most vagy fel kéne valakit hívnom? Jó napot. Mondjuk ez így érdekes, hogy... Mindegy, oké, okay, nem szólok bele. Jó napot, mi történt? Vagy mit tudom, MC pizza. Jaj, nem már, most ez komoly? Oh, Istenem, MC pizza. Mit szeretne rendelni? Kérnék egy pepperonis pizzát, vagy sőt egy Hawaii pizzát rendelnék a házamhoz, köszönöm. Majd munka után jó lesz, meg ilyenek, rendben, köszi. Nagyszerű. Jó, akkor én ezt a bankot megnézem, azt mondta, hogy bankrablás? Rablás folyik, csak annyit mondta, hogy rablás folyik. Itt vagy már? Mi van? Itt vagy már, most ezt kimondta? Vagy várj, most a telefonhoz kell mennem? Most tényleg nem értem, hogy mi van. Jó napot. Most mi van? Most a rendőr. Jó, akkor rendőrhöz megyek. Jó napot, rendőr úr. Vagy őr. Nem, ez egy őr. Hello. Akkor én rendőr vagyok. Én nekem nagyobb izém van. Én menő vagyok. Te csak ilyen őr vagy. Hello. Azt hallottam, hogy valami rablás történik valahol. És nem tudom igazából. És ezért kéne. Vagy ezért jöttem ide. És én esetleg nem ebbe a bankban. Nem éppen? Wow. Wow. Hallod, őr? De beszéltek a telefonba. Jó, rendben. Figyelj már, nem azért mondom, de miért vannak fejek meg vér a bankban? Ez normális akar lenni? Te aztán izé, ja, Halloween? Aha, Halloween, igen, értem. Jól van. Ha nem probléma, egy kicsikét izé, menjen ki, rendőr vagyok, szóval itt a jelvényem, látja? Itt a jelvényem, itt a kezemben, látja? Nem engedtem meg, hogy bemenjen, nem érdekel, én rendőr vagyok, azt hiszem megteltem ilyenkor, nem?
Persze, megtehetem, mert ilyen rendőrségi körbenézés, vagy átutatás. Aha, tehát Halloween party. Nem azért, ez nekem nagyon-nagyon nem tűnik a Halloween-i partinak. Aranytár. Mi van itt? Aha! Hello, szia Rabló! Hello, csá! Te is a Halloween-i partira jöttél? Meg ilyenekre? Aha, igen, szerintem is. Aha, persze, igen. Bankos, mi az? Bankos vagyok, csak jelmez. Aha, értem, és mi... Sászok, most ezt komolyan, ezt most elhiggyük. Maga zsaru, így van, rendőr vagyok, szóval szerintem add meg magadat. A bankokban nem szoktak halloweeni jelmezekben bankrablónak öltözni. Szóval szerintem add meg magadat, jó? Nem kell itt erőltetni semmi, ezért téli Halloween. Nem vagyok buta, nem vagyok buta, hogy én ezt bevegyem. Szépen add meg magadat, vagy a kutyám rám támad. Vagy rád támad, nem rám támad. Na, add meg magadat, bankrabló, de cuki. Ne, álljál meg! Állj meg! Állj meg! Na, állj meg szép, itt az arany. Kajak, itt az arany, ez tényleg berobbantotta. Jó, nem érdekel. Zárjuk le a területet, zárjuk le a területet. Ja, na, magamat zártam be. Jaj, de buta vagyok, gyerünk. Na, lőjük, le! Nem hiszem el, jó, nem érdekel, lezárom a területet, srácok. Jaj, na. Jó, oké. Ah, ennyi volt, na mi van? Na, így szabadulj meg. Jó van, a terület le van zárva, szóval nem tud kiszabadulni elvileg. Ugye? Remélem, hogy így nem tud, nagyon tud kimenni. Te se jössz be, buta. Jó, oké, valahogy be kell jutni, na várjatok. Kis szerintem, mindegy, kis mászkány nyugodtan. Woof, a kémény. Kémény? Kéményre menjünk be? Itt felbírok meg a kéményhez. Aha, ott van valami. Oha, ott egy kémény, oké. Oké, oké, megvan, azt hiszem. Nincs is kémény, fogd be, kutya. Kér, tényleg itt egy kémény. Na várjatok, én be tudok jutni. De azt gondolom, hogy akkor be leszek zárva mondjuk. Itt vagyok, hello, csá! Na állj meg szépen, gyerünk! Állj meg, állj meg, állj meg, állj meg, állj meg, állj meg! Állj meg, állj meg, ott hol vagy! Állj meg, na, Istenem. Állj meg! Úgy van, na, szépen, ott vagy, ott maradsz, na, megadod magadat, szépen, ugye? Ugye? Megadod magadat? Megadod magadat? Van fegyvered, vagy bármilyen dolog nálad? Nem tudom, hogy van-e nála, amúgy. Van fegyvered? Nincs? Így akartad bankot rabolni? Gratulálok. Na, szépen emeld fel a kezedet, vagy nem tudom, ilyenkor mit kell. Aha, nincs fegyver, tényleg. Persze, jól van, oké, okay, úgy van, ügyes vagy. Amúgy ez még jobb is, mint az enyém. Na jó van, ide figyelj! Szépen feltartott kézzel kezdj el hátrálni. Vagy kövess engem, jó? Tudom mit, kövess engem szépen. Feltartott kezekkel, ne rohanj, állj meg! Állj meg! Állj meg! Megöltem. Ups, ezt nem akartam megölni, de mindegy, jó, meghalt. Őr, ide figyelj, ne. Mit nézel? Őr, na, ide figyelj. Józsikám, aha, ő is benne volt. Ő is benne volt, na, szépen te is. Add meg magadat, szépen, azt hiszem. Add meg magadat, miben? A bankrablásban, ne izé, hogy izé halloweeni buli, meg ilyenek. Meg itt ordibálta, hogy ne, Józsikám. Haha, jó, nagyon elhitted, mert szépen bezárlak téged. Ennyi volt a nagyon nagy műszakaidnak, csá. Jó van, gyerünk, váljatok, kis gyerek onnan. Így né, szépen őt is bezárjuk. Te is ugyanúgy tettes vagy, már hívom is a zsarukat. Jó van, megvan ugye a bizonyítékád, nem azért, mert videóra vettem kb. Mindent, és ott van, hogy te azt mondod, hogy halloweeni party volt, meg ilyenek, szóval nagyon-nagyon elhitted, hogy te még itt rendőrséget fogsz hívni, meg ilyenek. Szóval én szerintem izé, videóra miért? Azért, mert videózok közben, meg ilyenek, tudod. Szóval. Őr, te izé, utállak. Jaj, buta. Hát srácok, elintéztük? Akarom mondani? Szerintem elintéztük, nem? Ja, van egy olyan érzésem, hogy megvagyunk a dolgokkal. Szerintem melyek is gyors a telefonhoz, és kívom a izét. Woof, pancserek. Ennyi. Na, felhívom a izét, 112, és jó napot! Jó napot! Kéne egy kis erősítés. Dani, mi vagyok én? Ilyenkor nem tudom, zöldfülű újonc vagyok. Lokáció, 268, 67, minusz 1430. Vagy 1,430, nem tudom melyik. Szerintem 1,430. Megyünk is, hozzuk a pizzát. Jaj, már megint a pizza! Jaj, Istenem! Kiégek! Na jó van, remélem, hogy ki fog jönni az erősítés. Srácok, kösz szépen, hogy itt voltok velem ebben a videóban. Mosolyog izé, ez itt az MC Pizzéria fülkéje. Ja?
Szóval nem oda kellett volna mennem, hát mindegy, rip. Őr, mosolyog szépen, mert elköszönünk a videóba, kösz szépen, itt voltatok, és ja. Ennyi, a mai napon viszont nincsen a többi csatornámon videó, ugyanis a hétvégéken ugye 3 videó volt, kicsikét elfáradtam, és úgy voltam vele, hogy akkor csak egy videó lesz a mai napra. Szóval srácok, adsz nekem egy részvétszeletet? Hát, nem hiszem. Na mindegy, tényleg kösz szépen, itt voltatok, és sárkozom a közelebb, sziasztok!